Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzen. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzen az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Varga Zoltán szenior elemző a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Nem várunk még csodát, mert ugye tegnap nem volt nyitva Amerika, tehát majd esetleg délután lesz annak hatása, hogy ők kinyitnak, de esetleg van-e valami élénkülés a tegnaphoz képest? Hát élénkülés nem igazán forgalomban, most 230 millió forintnál járunk az elmúlt fél órában, ennyit sikerült kötni a Budapest értékpörzsdén, viszont folytatódik a pozitív korrekció egyelőre. A Bux Index 0,3%-kal került feljebb 35.169 forintra. A vezető részvények közül az OTP több mint 0,5%-kal 10.200 forintra, a MOL pontosan 0,5%-kal 1.711 forintra tudott emelkedni. A Magyar Telekom 0,8%-kal 361 forintra, és egyedül a Richter mutat némi negatív mozgást, de tényleg csak néhány forinttal esett vissza, 7.290 forintnál járunk. Tehát egyelőre a múlt héten láttunk egy komoly alulteljesítést, illetve a múlt hét előtt a hazai piactól, és most ezt próbálja visszakorrigálni. Hát jó, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Ugye a hét második felében LKB kamat döntés is lesz, nem tudom, hogy ez a devizákon kívül a tőkepiacokat befolyásolja, várnak-e ott bármit is a befektetők? Alapvetően nem várunk viszont túl nagy bejelentést, ami érdekes lehet a makrogazdasági prognózis és a az inflációs, illetve a GDP várakozásokat módosíthatja az LKB. Annyi lehet a hatása, hogyha az inflációt lefelé módosítják, abból az következhet, hogy további monetáris stimulust alkalmazhat majd a jegybank a későbbi évben, és az akár pozitív hatással lehet a részvénypiacokra, de komolyabb bejelentés egyelőre nem várható most. Jó, devizapiac, hogyha már említettük, forint? Igen, forint az hát lényegében a tegnapi záróérték körül mozog, 359,76 az euróval szemben az árfolyam, a dollár forint pedig 304,68. Tehát ahogy te is mondtad, itt csütörtökön várható majd nagyobb mozgás, elsősorban természetesen az euró-dollár árfolyamában, de az befolyásolja majd az euróforintot, illetve a dollárforintot is. Úgyhogy nem várható ki akár ilyen több százalékos elmozdulás sem majd az LKB döntés után. Ez komoly. Dollár fronton, euró, ilyesmi, erősödés, gyengülés, euró-dollár? Az euró-dollár sem mozdul érdemben, 1.18.10, tehát itt most egyértelműen a befektetők várják az említett kamatdöntést, és én azt gondolom, meg az a papírforma, illetve az várható, hogy legalább megpróbálhatja egy picit gyengíteni az eurót, hiszen az alacsony inflációs környezetben nem tesz jót az eurózónának a túlzottan erős deviza, bár mondjuk 1.20 felé nem ment tartósan, de én úgy gondolom, hogy valamilyen üzenettel megpróbálhatja majd lefelé befolyásolni az euró árfolyamát kismértékben, nyilván óvatos üzenettel, tehát nem manipulálva az árakat, de abba az irányba próbálhatja majd indítani. Világos, oké, Zoli, köszi a beszámolót, meglátjuk, mi lesz a nap második felében, jó munkát, szép napot nektek! Köszönöm szépen. Szia. Nektek is. Varga Zoltán szenior elemző számolt be nekünk a tőzsdenyítás követő első fél óra eredményeiről, árfolyamairól. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzen az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől.